Tisztelt együtt gondolkodók, tudatában vagyok annak, hogy az elmúlt több mint fél tucatnyi közös találkozásban nem csak a Jelenések könyvének, hanem az egész Bibliának egyik legnyomasztóbb fejezetét kellett, hogy felidézzük, hogy gondoljuk át közösen, és ez a Jelenések könyve 13. fejezete. Ez mondja el azt a megrendítő dolgot, hogy korunkban közös nevezőre jut a legerősebb egyházi hatalom, az oly régi legerősebb egyházi hatalom, amelynek teljhatalma volt közel 13 évszázadig, aztán a 18. század végén halálos sebet kapott, de ez begyógyult a 20. századra, és most már csodálván az egész föld követi ezt a hatalmat, vagyis a pápai Rómát, és ennek minden szándékát végrehajtja majd a vele egyre inkább szoros szövetségbe jutó, nem oly régi, csak néhány évszázados, de mára már kétségtelenül a legerősebb politikai hatalom, vagyis az Észak-Amerikai Egyesült Államok, az USA. Ez egy nagyon megrendítő ez a 13. fejezet, mert hiszen előre vetíti egy új középkornak az eljövetelét, szerencsére nem olyan hosszú időszakra, mondhatnám pillanatnyi időkre, de hát aki történelemmel foglalkozik, és fel tudja idézni az emberiség különböző korszakait, én azt gondolom, hogy nem a kínai császárok legrettenetesebb zsarnokoskodása, vagy a Hun birodalom kiépülése, vagy mondhatnék még sok minden dolgot a mongoloknak az inváziói, hanem azt gondolom, hogy ez az 1260 éves időszak, amit a Biblia 7 alkalommal is előre megjövendől Dániel és Jelenések próféta könyvében, amikor Krisztus nevében nyomták el az embereket, amikor Krisztus nevét felhasználva 1260 év teljhatalom, hát ilyen nem volt az emberiség történelmében. Vajon miért engedte meg ezt Isten? Azért, mert nagy ellensége Sátán soha nem mondhassa majd el, hogy nem kapott meg minden lehetőséget, hogy nem próbálhatott ki mindent itt a földi történelemben, ami az ő igazát bizonyítaná. Istentől adatot, idő és hatalom, ez az adatot, ez Dániel könyvének, és itt a 13. fejezetnek, itt Jelenések könyvében is visszatérő kifejezése, és Jézus Krisztus, aki ezeket a kijelentéseket adta. Most itt a fejezet végén egy rendkívüli dologról is gondoskodott. Mert miután lezajlódott előttünk először a tengerből feljövő fenevad újkori történelme, utána a földből feljövő fenevadnak a bárányhoz hasonló jellege, de úgy szól, mint a sárkány, és hogy mit tesz majd ez a legerősebb világi hatalom, nem önmagában, vagy nem csak politikai síkon, hanem kifejezetten vallási tekintetben, és mindezt Jézus Krisztus bemutatta nekünk, azután egy rendkívüli dologról is gondoskodott, és ez az úgynevezett 666 kérdés. Tartottam én erről néhány héttel ezelőtt egy másik csatornán is előadást, most egy kicsit más oldalait megvilágítva bontanám ennek ki, tehát lényegileg ugyanazt kell, hogy mondjam, mert Jézus Krisztus itt felszólít, mindenkit felszólít, aki hisz az Istenben, hisz ő benne. Hisz abban, hogyha Isten tökéletes, akkor a beszéde is tökéletes kell, hogy legyen. Akkor nem mondjuk azt, hogy a Biblia nehezen érthető, vagy a Biblia homályos, vagy annyiféleképpen magyarázzák. Hát ez lehet igaz, de ennek ki az oka? Az Isten az oka, mert kétértelmű és homályos? Vagy az ember az oka, mert olyan nagy teret enged az ellenségnek a művének, hogy mindinkább elhomályosítsa Isten kijelentéseit? Hát itt ez a kérdés,
hogy Isten félreérthető, vagy állandóan mi akarjuk adni a látszatát annak, hogy félreérthető. Isten akar becsapni bennünket, vagy mi vagyunk a becsapottak, az elámítottak, és ezt még észre se vesszük. Mert mielőtt elhangzanék ez a 666, amikor Jézus Krisztus a matematika pontosságával akar valamit megjelölni, mert hát ami 2x2 az 4, azt lehet humorizáltan 3-nak vagy 5-nek mondani, de az akkor is 4, hogyha az egész világ 3-at vagy 5-öt mond. A matematikai bizonyosság elől nem lehet kitérni, de mielőtt fölhangoznék ez a matematikai bizonyosság, Jézus ezt mondja: itt van a bölcsesség, akinek értelme van. A számlája meg a fenevad számát, vagyis adja össze, egy egyszerű összeadást végezzen, ezért szól így a magyar fordítás, hogy számlálja össze a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Aki ezt a verset megérti, a Jelenések könyve 13. fejezetének 18. versét, boldog ember. Mert ezt tesz koronát, ezt tesz az íre pontot, mert hát a tengerből feljövő fenevadról Dániel könyve 7. fejezetétől fogva, vagy 20 fejezet beszél a Bibliában, hát az alapján is meg lehet érteni. Nem is kellene itt ez a 666. De Jézus Krisztus számol az emberi gyengeséggel, számol az emberi esendőséggel, ha nem értjük meg 20 fejezet alapján, mert mondjuk nem olvassuk el, mert hát a Bibliát az nem érti meg, aki nem olvassa. Hát most itt Jézus Krisztus azt mondja, akkor a matematika nyelvén megmondom nektek, hogy hát ez emberi szám, és ennek száma 666. Vagyis felszólít Jézus a 666 azonosítására. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van. Itt van az Istentől jövő bölcsesség. Az Istentől jövő bölcsesség mindig egyszerű, világos, tiszta. Emberek, nem bennem van a hiba, nem az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben van a hiba, nem a három isteni személy nem tudta, hogy mit csinál és mit nyilatkoztat ki. Hát talán bennetek van a hiba, nem gondoltok néha erre, emberek, hogy bennetek lehet hiba, fogyatékosság, lehet még egyáltalán a megértésre való készség hiánya, mert hát akik befogadták az igazság szeretetét az üdvösségükre, az igazság előtt először az igazság szeretetét kell befogadnunk, hogy szeretjük-e az igazságot. Itt van a bölcsesség, és akinek értelme van. Tehát Jézus felszólít, és felszólít arra is, hogy az értelmes emberek közé sorakozzunk. Mert mindaddig értelmetlen életet élünk, ameddig azt feltételezzük, hogy mi nagyon értelmesek vagyunk, csak Isten nem tudott nekünk értelmes kinyilatkoztatást adni. A matematika nyelvén mondja el Jézus Krisztus, hogy mi ez a tengerből feljövő fenevad. A matematika nyelvén, és ez az ókori népek körében rendkívül elterjedt dolog volt, hiszen mind a héber, mind a görög, mind a latin nyelv a betűiben bizonyos betűinek számértéket is tulajdonított. Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy gemátria, hogy bizonyos héber, görög és latin betűknek számértékük is van. Nem minden betűnek, az ABC nem tudom én 20-30 betűjéből, hanem bizonyos betűknek. Hát mi is tudjuk, hogy például az I, a nagy I az egyes, vagy a V, amely a latin nagybetűs írás volt akkor még csak, ugye a kisbetűs írás jóval később Alcuinus vezeti be, az már a kereszténység évszázadaira tehető, tehát tulajdonképpen a nagy Károly, a Karoling udvar írásművészetének, közigazgatásának köszönhető ez az Alcuinusi reform. Tehát tulajdonképpen a nagybetűs U egyenlő a nagybetűs V-vel, ez ötöt jelent. Vagy az X az 10-et jelent, a C az 100-at jelent, a D az 500-at jelent. Tehát ezt mindannyian talán ismerjük,
általános iskolában, a mi időnkben már az 60-as években foglalkoztunk ezzel, és akkor az óráknak is a nagy része nem arab számbetűs volt, hanem régi latin számbetűs. A gemátria, ahogy nevezték, tehát hogy a betűknek számértékű is van, a gemátria jelensége ismert volt az ókori népek körében. Például amikor Pompeit feltárták és előkerült egy felirat, akkor ez egyik feliraton, ezt is én egyébként Karner Károly evangélikus teológusnak a Jelenések könyve magyarázatából tudom, ő jegyzi ezt meg, hogy a feliraton az állt, hogy én azt a lányt szeretem, akinek a neve 545. Hát, hogy ki ez a lány, akinek a neve 545, hát ezt most találgathatjuk, esetleg a számokból a betűkbe visszakövetkeztethetünk, de nyilván az illető meg akarta örökíteni, hogy ő valakit szeret, de hát ezt csak ő tudja meg, talán még a másik, de nem akarja, hogy mások tudják, de ez egy olyan biztos dolog. Hát kérem, ez olyan, mint ma, ha járkálsz bizonyos erdőrészetekben, ott a fakérgekre föl van írva, hogy nem tudom én, Juci, szeretlek. Csak hát most, hogyha finomabb lett volna ez a Jóska, aki felrótta volna ezt a dolgot, akkor hát a Jucinak, tehát mit tudom én, a J-nek nincs számértéke, az U az 5, a C a 100, az I az I, akkor azt véste volna fel a Juci helyett, hogy 106, akinek a neve 106, azt én szeretem. Nagyon egyszerű dolog ez. Na de hozzá is teszi még Jézus Krisztus, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van az egyszerű összeadással. Tehát van egy név, és ennek a névnek a betűit itt nem lehet zsonglőrködni, osztani, szorozni, gyököt vonni, egyszerű összeadással ki kell adni a 666-ot. És ahogy említettem a másik csatornán való előadásomban, ezt a rejtélyt már több mint 400 éve valaki megoldotta. Itt van kezemben a könyve, Andreas Helwig Antichristus Románus című könyve, ami magyarul is olvasható, sőt azt hiszem, hogy a mai kultúrnyelveken talán ilyen formában, ilyen szép, kemény, kötéses kiadásban szinte csak magyarul olvasható, hiszen mi is talán Stuttgartból az ottani egyetemi könyvtár mikrofilmjei közül szereztük meg Andreas Helwignek, egy neves protestáns teológusnak, egyetemi tanárnak a könyvét, Antichristus Románus, vagyis a 666 rejtélyének megfejtése. 1612-ben adta ki Wittenbergben, hosszú évek előkészülete után, ez az előszóból kiderül, a kötetet akkoriban két nagyon derék debreceni egyetemista fordított el, akik héberül, görögül, latinul is tudtak, és én írtam hozzá utolszót, az Eternitas kiadó 2005-ben jelentette meg, tehát már ides tova több mint másfél évtizede. Andreas Helwig Antichristus Románus című könyvében fölfedte a titkot. Megfejtette ezt a nagyon egyszerűen megfejthető rejtét, mert mit jelent Jézus kijelentése, hogy egy hatalom, aki magát nevezi valaminek, tehát ne külső gúnynév legyen ez a megnevezés, ne az ellenségei aggassák ezt rá, magát minek nevezi meg? Ez az első szempont. Azután pedig, hogy a saját nyelvén kell, hogy megnevezze magát. Ismerjük a 666 sok dőre azonosítási törekvését, vagy inkább félrebeszélését. Engedjék meg, hogy ezt a nagyon erős szót használjam, mert hiszen Néró császár neve leírva héberül, meg, vagy görögül, és ebből hüvelyezik ki a 666-ot, kérem, hát ne zsonglőrködjenek azzal, amit Jézus Krisztus egyszerűen tett le az asztalunkra.
Hát a saját nyelvén nevezze annak magát, aminek ő nevezi, a saját nyelve pedig mind a mai napig a latin nyelv. És ahogy említettem, a héber görög latin nyelven bizonyos betűknek bizonyos számok felelnek meg, és a harmadik szempont, mondja Andreas Helwig, hogy ezeket adjuk össze. Tehát ne gyököt vonjunk, ne integrál számítást végig, adjuk össze a legegyszerűbb, tehát tulajdonképpen összeadni 6-7 éves korunktól fogva már, hát kezdtünk megtanulni. Tehát ez a három szempont. Olyan hatalom a tengerből feljövő fenevad, amelynek van önmegnevezése, hogy ő minek tartja magát. Ezt ne a protestánsok aggassák rá, vagy ne az ellenségei, vagy az ateisták. A saját nyelvén mondja, tehát latin nyelven, és ez egyszerű összeadással jöjjön ki. Róma, a római pápaság a legkorábbi időszaktól fogva önmagát Isten fia helytartójának nevezi. A Máté evangéliuma 16. fejezetére visszahivatkozva azt közli, hogy őrá Jézus a főhatalmat átruházta. Miután Jézus elment a mennybe, kell, hogy Jézusnak itt egy látható földi képviselője legyen, és ez a római pápa. Tehát Jézus megbízott, és az apostoli jogfolytonosság, szukcesszió alapján kijelöl utódokat, ezek Péternek az utódai, tehát Jézus által kijelölt, mert Péter volt az első pápa, és Péter utódai, és mind a mai napig ezek a római pápák azok, akik Istent helyettesítik, az ő helytartói, Krisztus helytartói. Micsoda eszme, persze, majd szeretnék ezzel foglalkozni a következő alkalommal, hogy megvizsgáljuk, hogy Jézus valóban kinevezett helyettest. Jézus valóban, mielőtt a mennybe ment volna, az életében megjelölt földi embert, vagy intézményt, vagy tisztséget, vagy tekintélyt, amelyet ő felruházott volna, hogy az ő távollétében, hogy a mennybe távozott, itt a földön ugyanolyan hatalommal, tekintéllyel vezesse a kereszténységet, mintha ő itt lenne. Ezt meg fogjuk vizsgálni. De ennek a jézusi kijelentésnek, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, az adja össze a fenevad számát, mert ennek száma 666, tehát Andreas Helwig azt mondta, ennek csak egy dolog felel meg. És ez pedig az, hogy a saját nyelvén így mondja magát, hogy vicarius filii dei, vicarius filii dei. Ha ezt a nagybetűkkel felírod, magad elé elhelyezed, és megadod a számértékeket a betűknek, tehát a D az 500, a C az 100, ugye az L az 50, a 2V az 5-5, a 6I az 6, akkor ez pontosan 666-ot ad ki, az elemi érték, az elemi matematikai művelet szerint. Sokan belekapaszkodnak abba, és az interneten is ezt hirdetik, hogy hát bizonyos profécia magyarázók a 19. században azt írták, hogy a pápai tiarán is ez van felírva, és hát nincs ez felírva, ezért hamis ez a profécia magyarázat. Itt is hadd olvassam fel a legperdöntőbb dokumentumot, hogy nem a pápai tiarára kell hivatkozni, és nem azt kell megnézni, amit ugye a 6. Pál pápa el is adott, ugye most, ha jól tudom, Amerikában van, és hát eredetileg ugye a szegények javára ajánlották fel a mérhetetlen nagy értékét, ugye a tiara, amely hármas tagozódásával jelzi, hogy azért tették régen a pápa fejére a tiarát, mert ő a légnek, a földnek és a tengereknek is az egész földi mindenségnek az ura. Nem a tiara van itt a középpontban, hanem az önmegnevezés. És ha rajta volt a tiarán, hanem az önmegnevezés a legfontosabb pápai dokumentumban fennmaradt,
És tudják, hogy mi a pápaság egyik legfontosabb dokumentuma, amit a 15. századig mindenki eredetinek tartott, és azt híresztelték, hogy 315-ben Nagy Konstantin császár, miután végrehajtotta a nagy fordulatot és az állam-egyház közötti szövetséget létrehozta, és kigyógyult ugye a súlyos betegségéből, akkor hálából az egész római birodalom, meg Európa, meg a föld fölötti hatalmat ebben a végrendeletben, ebben a Nagy Konstantin császár adománylevelében, Donatio Constantini, magyarul is olvasható, először a Szegedi Egyetem adta ki a rendszerváltozás után, utána a Sola Scriptura főiskola adta ki, amely most Biatorbágyon létezik. Tehát magyarul is hozzáférhető ennek a szövege, és elolvasható 15. századig Lorenzo Valláig, mindenki azt hitt, hogy ez eredeti. Ez a nagy humanista tudós kiderítette, hogy ez közönséges hamisítvány a 8. század második feléből való, abból a korszakból, amikor a pápa először kért segítséget a frankok királyától, de hát harmadik Childerik erre nem volt alkalmas, és udvarnagya, kis Pipin visszaüzent a pápának, hogy kinevezhető királynak, annak, aki az nevezhető királynak, akinek van hatalma, vagy akinek nincs. A pápa rögtön vette a lapot, és válaszolt, hogy természetesen az, akinek van, ezért harmadik Childeriket eltették az útból, az utolsó Merovin királyt, és a pápa kinevezte az új francia dinasztiát, a Karolin dinasztia fejét, kis Pipint, majd később ugye az ő fia Nagy Károly lesz most már nem csak király, de császár is. 800-ban a pápa az ő fejére teszi Rómában erőszakkal, ugye a legenda szerint, mikor éppen a kápolnájában imádkozik, akkor erőszakkal a fejére teszi a császári koronát, amit persze Nagy Károlynak eszeágában nem volt kérni, hiszen nagyon jól tudta, hogy ha ő első is lesz Európa fölött politikai értelemben, de kitől kapta ezt a koronát? Ez magyarázza meg majd 1000 évvel később, hogy Napóleon a Notre-Dame-ban miért veszi ki a pápa kezéből a koronát, és miért teszi a saját fejére, mert 800-ban világosan létrejött a trón és oltár szövetség, a legerősebb egyházi hatalom, ami akkor már a római pápaság, a legerősebb akkori világi hatalmat a frankok királyát teszi császára, később majd a legerősebb német császárokat, így jön létre a német-római császárság, most pedig a legerősebb politikai hatalmat, az Egyesült Államokat próbálja, és már az előző előadásokon beszéltem arról, hogy már meg is nyerte olyan szövetségesnek, aki által a világra minden akaratát kiterjesztheti. Mit olvasnék fel? Nagyon figyeljenek, mert nagyon hosszú a mondat, de ez a Nagy Konstantini adománylevélből való, amit tehát a pápai udvarban hamisítanak a 8. század második felében, és ebben Nagy Konstantin császár, ugye az állítólagos Nagy Konstantin, hiszen ilyen nem volt 315-ben, mondom, ez több évszázaddal később, amikor Rómának, az egyházi Rómának a hatalma már kifejlődik, akkor érzik az időpont eljöttét, hogy ami a valóságban megvan, azt, hogy jogilag is, eszmeileg is alátámasszuk, és így hamisítják a Donatio Constantinit, amelynek során ezt mondja Konstantin császár többek között. És ahogy ezt a boldog szilveszter prédikálásából beláttam, ugye ez szilveszter pápa, az első szilveszter, van egy második szilveszter, érdekes, ő adja majd István királynak a korona egy részét, de most az első szilveszterről van szó, aki a 4. század elején pápa, és ahogy ezt a boldog szilveszter prédikálásából beláttam, s felismertem, hogy egészségünket boldog Péter jó téteményei által nyertem vissza, hasznosnak ítéltük együtt minden helytartónkkal, az egyetemes szenátussal, valamint a főemberekkel és az egész római néppel, mely dicsőséges uralmunk alatt áll. A pápát akkor Róma első patríciusának nevezték, és
a nyugat-római birodalom a római császárság után így tudja megnevezni majd a pápát jogfolytonosának. Tehát ezért mondja, hogy mely, Róma, mely dicsőséges uralmunk alatt áll, hogy amiként kitűnik róla Isten fiának vikáriusa ezen a földön, úgy a főpapok, akik az apostolok eme fejedelmének helyettesei, az uralkodói hatalmat, melyet a mi császári fenségünk e világi kegyelmessége látszik méltán birtokolni, a továbbiakban tőlünk és a mi hatalmunkból birtokolják, kiválasztva nekünk az apostolok ezen fejedelmét, avagy az ő megbízható vikáriusait, hogy Istennél pártfogóink legyenek. És mivel az evilági császári hatalom a miénk, úgy határoztunk, hogy a szentséges római egyházat hódolattal megajándékozzuk, inkább, mint a mi hatalmunkat s földi trónunkat, és boldog Péter szentséges székét dicsőségesen felmagasztaljuk, juttatván neki hatalmat, a dicsőség kiváltságát, császári hatáskört és tiszteletet. Itt szólal meg a Vicarius Filii Dei. Önmagát nevezi így, a saját nyelvén, a latin nyelven nevezi így, és a számértéket hordozó betűk egyszerű összeadásával kijön a 666. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van. Ez Jézus felszólítása, és ennél többet ember nem mondhat. Jézus Krisztus kérlel és szólít fel erre, hogyha valakinek kétsége támadott volna bármely részletében is a 20 proféciának és a hozzácsatlakozó sok-sok más bizonságtételnek, akkor most matematikailag nézze meg, hogy igaz-e ez az azonosítás és megjelölés. Természetesen, ahogy ígértem, a következő alkalommal rá kell térnem arra a kérdésre is, hogy vajon Jézus kinevezett utódot, kinevezett helyettest, és ez Péter volt? Mára köszönöm a figyelmet.